Nos, hát a múltkor áttekintettük ennek a testnek és a léleknek ugye az arányait, hogy mennyi testi dologgal foglalkozunk egy 24 órás napban, meg mennyi lelkivel. Meg aztán próbáltunk az Istenről beszélni. Az Istenről való gondolkodáshoz azt a múltkor említettem, hogy tisztáznunk kellene három fontos olyan dimenziót, ami egészen különbözően működik az Istennél és az embernél. Csak hogyha ezt a három dimenziót világosan érzékeljük, akkor tudjuk elfogadni azt, hogy Isten egészen másképpen gondolkodik, és egészen másképpen él és működik, mint ahogy az ember. A három ilyen dimenzió, amit az ember akárhogy is ügyes, akármilyen tehetséges, ezekből a dimenziókból nem tud kilépni az ember az emberségénél fogva. Ugye mi az a három dimenzió, ami megköti az embert ezen a földi világon? Az nem. A tér, az idő, a harmadikat nem szokta tudni senki, pedig nagyon egyértelmű. A tér, az idő, és a mozgás, kérem. A mozgás, mert ha a mozgás megáll, akkor már nagy baj van. Tehát a béna is mozog, mert amíg a testében neki sejti működései vannak, amíg rezeg, amíg ott akárha egyetlen élő sejtje marad, de ahhoz is mozog, amíg a szíve lüktet, ez mozgás, kérem. És ha a mozgás megáll egy embernek az egész életében, akkor meghal. Tehát ez is annyira fontos dimenzió, ez a mozgás. Erről a három dologról kell beszélnünk. Az első a tér. Ugye mi azt tudjuk, hogy ez az egész nagy univerzum, ez egy közös nagy tere van az egész teremtett világnak. Azt a múltkor megbeszéltük, hogy az embernek a szürke állománya kicsi ahhoz, hogy túllépjen ezen. Hogy fölfogja azt, hogy mit jelent az űrnek a végtelensége. Azt tudjuk, hogy van egy össznagy tér, és mi az életünket ennek a nagy össztérnek különböző elemekkel, falakkal, tetőkkel, mennyezetekkel kirekesztett tér részekben élünk. Tehát ez a pince is az össznagy térnek egy föld alá épített, ablakokkal határolt, falakkal határolt rész. A lakásom is egy ilyen, akkor is, hogyha én egy 100 emeletes panelban lakom, az is ennek az univerzumnak a nagy terében van, és ott ki van egy nagy hasáb emelve, ebből az fel van osztva, jobbára én galambdúszerűen, föl van osztva, és ebben élünk, kérem. És ezt a teret, ezt semmilyen módon nem tudjuk kiküszöbölni az életünkből. Ha az ember kilép a térből, akkor szintén meghal. Amikor lehullik róla minden, ami a tér, az elsősorban abból származik, hogy fizikai létezők vagyunk. Tehát tapintható, érzékelhető, fogható, ezt a materiális valóságot nem tudjuk kivinni a térből. Ha a testünk visszakerül ennek a földnek az anyagi körforgásába, akkor az azért van, mert meghaltunk. Ha én beülök egy űrhajóba és nagyon messzire elmegyek az űrbe, akkor is a térben maradok. Ugye sok pegyka keringett Gagarinul, azt mondják, hogy mikor visszajött az Úrból, akkor azt mondta, hogy én jártam az égben, és nincs Isten. Állítólag a következő repülő útján zuhant le és halt meg. Ez biztos legenda a része, de ez valahogy úgy azért bennünk van, jártam az égben, és nincs Isten. Ő is az űr, akármilyen messzire megy, és ha egyszer elmegyünk a Marsra, vagy azon túlra, akkor is a térben maradunk. Nem tudjuk ezt a teret levetkőzni magunkból. Szent Pál ugye szenvedett ettől, és azt, a leveléből azért elég világosan kiderül, hogy a testét korlátnak tekintette. Egy kicsit beteg is volt Szent Pál, nem tudjuk a betegségét, hogy mi volt, de valami malária-szerű dolog, mindegy, nem csak a betegsége, mint általában korlátnak tekintette. Ugye nekünk is van egy ilyen korlátozottságunk, mert a térben élünk, és jó lenne néha ebből az egészből kiszállni. Nem azért, mert rossz a világ, meg... Egyszerűen az embernek rengeteg korlátot jelent a fizikai létezés. És ezzel együtt a létezés, vagy a térben való létezésnek a következménye tulajdonképpen az, hogy mozgást kell végezni. Tehát el kell jönni innen, ide, otthonról ide, innen, oda, állandóan az életünknek, amúgy is a modern embernek, meg a felgyorsult embernek, az életritmusában rengeteg holtidő keletkezik, mert fizikailag helyet kell változtatni. Mennyit utazunk? Csak egy városi ember, mennyit BKV-zik? Hasztalanul sokszor. Én amikor káplán voltam, akkor az volt az egyik legnagyobb terhe ennek a káplán létnek, hogy,
hogyha a családot akartam látni, mert ugye mind a ketten kisvárdaiak vagyunk a feleségem, akkor be kell ülni az autóba, és Gyöngyösig volt autópálya, utána a hármas út volt, ugye a kavics kamajon 40-nel az ifák szaggattak 50 tonna kavicsa a nyéklátháza körül, és konvojba, és akkor 300 kilométer kérem. Ami több mint 4 óra volt, és akkor utána egy, utána két, meg három gyerek ott nyígott hátul. És körülbelül kiértünk a pesti táblánál, és akkor kérdezte meg először Bence, hogy apasok, van még? Nem, már csak 300 kilométer van. És akkor ez mondjuk hazáig tartott, hogy apasok, van még? Tehát ezért. Aztán, mikor már többen voltak, akkor meg piszkálták egymást, úgyhogy akkor mindig meg kell állni, meg kell pofozni őket, és akkor tudtunk menni egy darabig tovább. Tehát a fizikai helyváltoztatás, kérem. Mennyi időt és energiát elvesz az embertől. Mert jó, most már könnyű, mert beülünk az autóval, tempomat, kléma, 200 km, 2 órán belül Nyíregyháza még szabályosan is megvan, de van azért másfél órás időm is, tehát azért helyváltoztatás, kérem. Ez a mozgás, ez az embernek az elemi szükséglete, és az egyik legnagyobb drámája azért az embernek, ha a bénaságba áll. Akkor is megmarad a mozgása a szervezetének, de ő akkor tud helyet változtatni, ha viszik. És ez óriási dráma, ugye? Tehát amikor még itt mindenki ismeri innen, legalábbis a legtöbben a régi kápláni, vagy ilyen száraz kápláni életéből, tehát ez óriási dráma. De a mozgásból ő sem tud kiszállni. Ha kiszáll, ha megáll a szervezet, kérem, meghalunk. Tehát ez a mozgás, ez ennyire elemi része az emberi létezésnek. És akkor ott van a harmadik, ami az egyik legizgalmasabb, az az idő. Ugye azért beszélünk ezekről a dimenziókról, hogy hozzá tudjuk tenni a végén azt, hogy akkor Istennél hogy van ez. Az idő, mi az időnek az alapegysége az ember életében? Mi az alapegység, ami miatt mi ezt az egész időszámítást tudjuk csinálni? Nem a történelme gondolok, hogy Krisztus születése, az ember léte, a mai ember létezésének mi az időnek az alapegysége? A nap. A nap. Az, hogy egyszer sötét van, egyszer világos van. Jó, hát itt lehet az északi sarknak a különlegességéről beszélni, hogy 6 hónapig világos van, 6 hónapig sötét van, de ne. Alapvetően azért sötét van és világos van. Ez abból származik, hogy a Föld forog, és hol az egyik oldalát, hol a másik oldalát világítja meg a nap. Ez az időérzékelésünknek a legfontosabb alapja. Ezt felosztjuk 1440 percre, felosztjuk 86.400 másodpercre, ezt fel tudjuk osztani, és össze tudjuk adni. Összeadjuk egy héttel, összeadjuk egy hónappal, összeadjuk évvé, évszázaddal, stb. És mindig abból érzékelem az időnek a haladását, hogy sötét van és reggel van. És lehet ezzel valamennyire visszaélni, az ember 72 órát nem alszik, az attól még sötét van és világos van. Vagy hát ha a repülővel megyek körbe-körbe a Földön, és mindig a napos oldalon akarok lenni, akkor is eltelik az az egy nap. Tehát nem tudok igazából az időszámításban, nem tudok kiszállni. Krisztus az, aki ketté osztja a világnak a történelmét, Krisztus előtte és Krisztus utára, de az csak a nagy történelmi szemlélet szerint fontos nekünk. A mi életünkben az idő haladását, Krisztushoz viszonyítva azt tudom mondani, hogy 1950 évvel Krisztus után születtem, és 2150 évvel meghaltam. Tehát el tudom helyezni az életemet így az időben, de nekem minden nap meg kell küzdeni a maga dolgaival. És megvannak a reggeli ritmusaim, megvannak a napközbeni ritmusaim, megvannak az esti ritmusaim, megvannak az éjszakai törvényszerűség, sok minden. És ha az ember kilép ebből az egészből, akkor kicsit minden beborul. De az, hogy beborul az életeiben a dolgoknak a rendezettsége, az nem jelenti azt, hogy megállt az idő. Vannak olyan pillanatok az ember életében, akkor azt szeretnénk, hogy megálljon itt az idő, mert most éppen nagyon jó, meg nagyon jól élünk. Nem tudjuk megállítani, kérem, az időt. Na most, ha ezt a három alapvető dimenziót átgondolom, akkor azt kell látnom, hogy mennyire másképp működik mind a három az Istennél. Ugye alapvetően nem egy fizikai korlátozottságban létezik az Isten. Ez óriási lépés és alázat volt az Isten részéről, amikor Krisztuson megtestesült, mert fölvette ennek a világnak a fizikai korlátait. Belépett a térbe, a mozgásba és a földi időszámításba. Nyilván megvolt az isteni dimenzió, az isteni természete, ami sose hagyott el, így az időtlenségét is hordozta, de amikor testbe öltözködött az Isten, akkor fölvette ennek a világnak ezeket a korlátozottságait. De ma az Isten se Krisztus előtt sem, meg ma sem éli ezeket a korlátokat az Isten. Mivel nem egy testben létező Isten, ugye ezért neki a tér, mint korlát egyszerűen nem jelenik meg.
ugye, a szellemi és lelki valóságot nem tudja a tér lekorlátozni. Mi ennek a térnek kivesszük részeit, és megszentelünk bizonyos részeket ebben. Így szentelünk meg egy templomot, akár egy hittantermet, de leginkább a templomot, hittantermet nem nagyon szoktunk, megszenteljük a helyiségeket vízkereszt tájéken, de templomszentelés az azt jelenti, hogy a tér nagy összteréből kirekesztettem egy részt. Mit jelent valamit megszentelni? Mi történik azzal, amit megszentelünk? Miért szentelünk meg mondjuk egy templomot? Kiválasztunk egy részt a térből, és ezt a megszentelés által, ezt a helyiséget továbbra csak az Isten tiszteletre fogjuk használni. Nem nagyon helyes koncerteket csinálni egy templomban. Nem nagyon helyes. Tehát ilyen kulturális eseményeket nem nagyon. Isten szolgálatára szenteltük ezt a teret. Ezt mondja a pap, amikor az átváltozás történik a liturgiában, ugye a kenyérből Krisztus teste, a borból Krisztus vére lesz, akkor mit mond harmadszor a pap? A tiédet a tiédből. Tehát minden az Istené, de én kiválasztom a kenyérnek ezt a részét, és ezt fölajánlom az Istennek, hogy tegyen bele belátása szerint. És akkor kiveszi a kenyér lényegét, oda teszi a saját lényegét. A templomban igenis Isten birodalmában vagyunk. Így kell tekintenünk a templomra. Istennek szentelt hely a világból, akárhány templom van, ez mindig Istennek szentelt hely, és nekem érezni kell, hogy egy lépéssel közelebb jutottam az Istenhez, ha belékep egy templomba. Nem borítja nyakon a kegyelem rögtön az embert, amikor belép egy templomba. Főleg egy zaklatott nap után, vagy mire elindulunk reggel, meg sír a gyerek, meg izé, tehát ezt mi jó pászon megtapasztaltuk, hogy na már felöltöztünk, indulunk, puf, belesett a sárba. Nézd vissza, és a papnak oda kell érni, illik odaérni a misére, tehát azért úgy kész. Mire megint, akkor le, újjóvára, minden, mire a hal, minden, megint felöltöztetjük mind az ötöt, akkor a hal, az egyik az becsinált. És akkor így nem lehet menni a templomban, overall lesz, tényleg izgalmas egyébként. Ugye az asszony küzd, az a férfi meg áll az ajtóban, menjünk már, mert elkésünk, menjünk már, ahelyett, hogy segítene persze, de mindegy. Tehát fizikai korlátozottság. Az Isten ezt azon túl, hogy templomokban helyet biztosítunk az Istennek, azért nem tudjuk lekorlátozni egy templomra az Istenet. Az Ószövetségnek az egyik óriási nagy meghatározó törvénye az az egyetlen templom, ugye? Jeruzsálem egyetlen szentély, egyek szentek szentélye, ugye? Ott egy szövetségládája, tehát egy. Az Isten ott lakik Jeruzsálemben, kész. Ezért a zsidónak minden évben el kellett menni legalább egyszer Jeruzsálembe, hogy találkozzon az Istennel. Volt zsinagógájuk, meg minden, ott tanították a törvény, meg a Mózes könyvei, meg stb., de igazából Istennel egy helyen lehetett találkozni Jeruzsálemben. Nekünk azért az már egészen másképp van. Nehéz hinni, hogy a kenyérben Krisztus testileg van, meg a borban Krisztus valóságosan jelen van. Nehéz hinni, de hát most ez nem a mi hitünkön múlik, hogy ez így van, vagy nem így van. Tehát Isten túllépi azt a... Isten nem azért létezik, mert én hiszem, hogy létezik. Az Eucharisztia nem azért van, mert én hiszem, hogy az Krisztus teste. Tehát nem azt mondta, hogy ez olyan, mintha, vagy szóval, amikor csináljátok az én emlékezetem, az olyan, mintha ott lenni. Nem, azt mondta, hogy ez az én testem, kész. Ez az én vérem, kész. De ezek ilyen tények, amit persze, hát erre is kevés a szürkállományunk, de Istenből annyit tudunk eleve, amennyit Isten közöl magáról. Úgyhogy Krisztus azért nem akarta félrevezetni, úgy gondolom, az egész világot, meg az egyházat azzal, hogy akkor, hogy az nem Krisztus teste és vére, nem akarta félrevezetni. Tehát az Isten nem kötik le ezek a terek. Nem kötik le a terek. Ezért tudjuk azt mondani, hogy ebben a pillanatban, itt ebben a teremben, az én lelkemben, vagy a te lelkedben, ott van az Isten, és a Föld másik oldalán egy színesbőrű, dzsungelben élő, egyszerű ember lelkében ugyanúgy ott tud lenni, ugyanabban a pillanatban. És mivel az Isten a tér nem köti meg, ezért nem köti meg nyilván a mozgás se. Neki nem kell utazgatnia, nem kell kerülgetni a kaviskamionos ifákat, mert a létének alapvető dimenziója az, hogy mindig mindenütt jelen van. Ezt azért tudjuk nehezen elképzelni, mert egyszerre nem tudok 20 emberre se figyelni. Tehát hogy lehet 7 milliárd emberrel figyelni, akik még a Földön küzdenek, meg aztán még ott van az, aki már élt, és ott léteznek az Isten világában. Nem tudjuk nagyon elképzelni, de Isten mindenkinek, minden pillanatban, a Föld minden oldalán, egy időben rendelkezésére áll. Furcsa ezt így mondani, hogy az Isten rendelkezésünkre áll, de az Isten rendelkezésünkre áll. Nem lehet olyat koppantani az Isten ajtaján, hogy ezt ne hallja meg. Mert mindig készen van, és ott áll az, ugye, az ajtó másik oldalán, és csak az kell, hogy koppintsak egyet, és az Isten ott van. És hogy én mit érzek, meg érzem-e, meg elfelejtem, elhanyagolom, vagy hogy miket érzek, az nem igazán szabja meg. Isten
a világ minden pontján, minden pillanatban mindenkinek rendelkezésére áll. Itt azt kell magunktól gyakran megkérdezni, hogy hányszor kopogtatok az Istennél. Hogy élem-e a gyors ritmusú életemet napközben, és akkor reggel talán egy fohász elszáll, este talán van még 5 percem, hogy imádkozzam. Hányszor, naponta hányszor tudok én kopogtatni az Istennek az ajtaját? A hibáink és a bűneink nagyrészt akkor születnek, amikor megfeledkezünk egy pillanatra az Istenről. Aztán közben eszünkbe jut, vagy utána is eszünkbe jut, de egy pillanatra megfeledkezünk az Istenről. És akkor jönnek a szavak, a gondolatok, a cselekedetek, amelyek Isten nélkül történnek, és ezekből nagyon gyakran születnek bűnök. Nagyon nehéz világban élünk, itt a bűnről nyilván később még beszélni kell, de a világ nagyon sok mindent felülértékelt, és olyan dolgokat tekint ma már nem bűnnek, amit még 50 évvel ezelőtt mi súlyos bűnöknek tekintettünk. Tehát Ági mondja, hogy liberális, igen, tehát a liberalizmus az szerintem többet árt az embernek, mint a kommunizmus. Így sem mentsen bennünket a kommunizmustól, de a liberalizmus többet árt. Ez a minden szabad nekem. Ez a minden szabad nekem, tehát jó, az egy nem normális korlát volt, hogy a kommunizmus korlátozta az embereket, meg ugye a megcsonkított családokat, meg sok mindent, tehát súlyos bűnei van a kommunizmusnak, de ez a liberális gondolkodás, kérem, ez egy nagyon durva gondolkodás. És még azt is látnunk kell, hogy a nagy súlyos egyház szakadások is igazából már ilyen liberális gondolatokból jönnek. Hogy nem kell az egyház konzervatizmusa. Tehát igenis a liberális gondolkodás lett a reformációnak a megelőző kora. A humanizmus, ugye? Az ember, az én központuság, az ember központuság. Tehát a tér és a mozgás így nem köti az Istent. Nehéz érteni, néha meghajtjuk a fejünket az Isten előtt. Van egy jegyes párom, akik majd valamikor egy év múlva házasodnak, csak becsekkoltak, mert valahol tanítványom volt a Nyíregyházán, és egy nagyon elkötelezett keresztény lány, és egy teljesen sík pogány, már a szülei sincsenek megkeresztelve, egy ilyen sráccal akadt össze, egy nagyon rendes fiú, így egy komolyabb beszélgetésünk volt itt az elején, ajánlottam neki a lehetőséget, hogy talán keresztelkedjen meg, de hallani nem akar arról. És akkor aztán eljött külön a mennyasszony még itt valamit egyeztetni, és akkor beszélgettünk erről az egészről, hogy neked ez hogy fog működni. És azt mondta, hogy hát nem tudja, ez a fiú nem zárkózik el, de amíg mindenre, hogy nyilván mérnök, informatikus és háromdimenzióban gondolkodik, ezt sokan ismerik ezt a... Azt mondta, amíg mindenre talál természetes magyarázat, jól tudom, hogy ülnek itt informatikusok, de te is ilyen vagy, hiába nézel. Tehát, amíg mindenre van természetes magyarázat, addig ő azt mondja, hogy ez nem létezik, nem kell. Lehet, hogy van, de neki nem kell, mert mindenre van természetes és tudományos magyarázat. Most mondjam azt neki, hogy a világ legnagyobb tudósai, fizikusai, biológiai, mindenki, ha nem keresztények született, akkor hitre jutott és úgy halt meg. Az áltudós mondja azt, hogy mindenre van magyarázat. A tudós, hát ez egy szakadt toprongyos zsidó volt, de akkor is ő egy vallásos ember volt. Sőt, cionista tag volt, és kilépett. Ja, tehát aki azt mondja, hogy mindenre van természetes magyarázat, az áltudós, kérem. Akkor komolyan belegondol, és komoly tudományos munkákat végez, és gondolkodik, az beleütközik abban, hogy egy idő után van az Isten. De nincs mese. Na hát lássuk az időt. Az időnél ugye nekünk ez a számegyenes történet. Egymás utániságában éljük meg az életünket, egymás után történő eseményekben. Tehát így működik az én időm, hogy megfogantam anyám méhében, tehát van egy egyenesünk. Azt mondták a múltkor, hogy nem látszik a piros, de lehet, hogy nem látszik, mert rossz. Mindegy, van egy egyenesünk, ennek van egy pontja ezen az idő, az én idő dimenziómban. Van itt most egy pont. Ennyi éves vagyok, ennyit éltem már, azt nem tudom, meddig tart még a történet, de tulajdonképpen járok valahol az én időszámításomban, abban a 90 évben, amit ad nekem az Isten, vagy abban az 50-ben, vagy abban a 20-ban, de járok valahol. Ez azt jelenti, hogy nekem úgy működik az életem, hogy megfogantam anyám méhében, megszülettem, csecsemő voltam,
óvodás voltam, kisiskolás voltam, nagyiskolás voltam, egyetemet végeztem, vagy szakmát szereztem, elkezdtem dolgozni, megházasodtam, megszülettek a gyerekeim, megöregettem, megbelegettem, meghaltam, kész. Ennyi az élet, kérem. Jó, hát ez most le lehet itt pörgetni. Ezek az események az életemben. Ezek történnek velem. Aztán persze küszködök magammal, a testemmel, a gyerekeimmel, ápolom az anyámat. Tehát vannak ebben súlyú, nagy súlyú dolgok, de igazából az idő így halad. Itt megfogadom anyám méhében, itt meghaltam. A két pont között van nekem 70-80-100 év, jó esetben. Ezeket az egymás után történő dolgokat az életemben nem tudom kicserélni. Tehát nem tudom azt mondani, hogy én most kicserélem az egyetemista koromat az óvodás korommal. Annyival könnyebb óvistak lenni, nem? Mint itt gyűrődni egy... Én két hétig voltam óvodás, azért nem erőltették tovább, mert minden nap hazaszöktem. Tehát ha máskor nem az alvás időben kifigyeltem, hogy mikor nem figyelnek, és fogtam a kispánalat, és hazamentem. Utána 3 évig ültem anyámnál egy hátsó padon, anyám tanító volt, és volt egy külön padom hátul. Mindig első osztályt tanítottam, amikor én első is lettem, akkor negyedszer jártam az első osztályt. Ezt kezdték a fecskefarkot meg a csészealjat rajzolni, és a víz kivert, mert ez már negyedszer. Már tudtam írni, tudtam olvasni, tudtam számolni, mindent tudtam. És végig is el kellett végezni az első osztályt. Tisztára. Októberi születési vagyok, és mégis elkezdtem, mert már nem akartak még egy évet otthon használni a csapatban anyámék. Nem voltam még 6 éves, mikor elkezdtem. Ezért történt mindig minden ilyen gyorsan a mi életünkben. Tehát nem voltam 6 éves, már iskolás voltam, aztán beteg voltam, nem vittek el katonának a gimnázium után, úgyhogy akkor nem voltam még 18 éves, amikor kispap lettem, és nem voltam még 23, amikor már minden iskolámat elvégeztem, a csajom már megvolt, nem volt mire várni. Tehát kész. 22 és fél évesen megházasodtam. Papá szenteltek, és azóta rontom itt a rózsák terén, már elég sokat a levegőt. Na mindegy, tehát ezeket a dolgokat könnyebb óvodásnak lenni talán. Nem tudom kicserélni. Nem tudom kicserélni az egymás után történő dolgokat az életemben. Mert a föld forog, és az idő halad. Akit nem köt le az időnek, a földnek a forgása és az ebből származó idő, az nyilván egészen másképp éli meg az időt. Neki nincs ilyen, hogy sötét van és világos van. Hiszen most itt sötét van, a föld másik oldalán világos van, és ráadásul, amióta Krisztus visszatért az atyához, azóta már semmilyen földi korlátozása nincsen, és valószínűleg nem is földi létező az Isten, úgy van ott a Marson, mint ahogy itt is. Ő kívülről, felülről szemléli, az egész földet körbe tudja szemlélni. Egy pillanatban. Tehát Istennél nincs ez, hogy sötét van, világos van, és akkor ezt felosztom én 1440 már, persze meg 86400 másodperc, nincs ilyen. És ebben az a legfontosabb kulcs, hogy ezért az Istennél csak jelen idő van, csak jelen van, nincsen múlt és nincsen jövő. Az Isten az én életemnek a megfoganási pillanatát és a halálom pillanatát egy pillanatban látja. Tehát én, amit megélek itt 80 évi távolságban, ezt az Isten kérem a létének egyetlen pillanatában látja. Egyetlen pillanatában. Ami nekem ilyen napokban, meg években, meg évtizedekben, öregségben, fáradtságban, mindenbe kerül, a létének egyetlen pillanatában, mert nem köti ez az idődimenzió, ami minket meghatároz. Ez azt jelenti, hogy az Isten nem öregszik bele a világba. Tehát amikor a templomokban ugye az Isten ábrázoljuk, akkor öreg nagy szakállú, mert ez a bölcsességnek azért a kicsit a kifejezése, hogy én már bölcs vagyok, mert öreg vagyok. Tehát az öregek ma kis elejtezi a társadalom, de igazából az kéne, hogy az öregek irányítsák a világot. Akik már sokat tudtak, sokat tapasztaltak, sokszor megégették magukat, sok hibából tanultak. Tehát kell a fiatalos lendület, de az öregeket nagyon meg kéne hallgatni. Nagyon meg kéne hallgatni az öregeket. Akár mennyire is tiltakoznak a fiatalok ezzel, higgyétek el, aztán a templomban valamelyik beszédemben mondtam, a szülők jobban tudják. Nem vagyunk egy korosztály, sok mindent másképp látnak, másképp gondolkodnak meg, stb. Van egy generációs különbség, ebből nyilvánvaló feszültségek is vannak, el kell hinni, hogy az öregek, a szülők jobban tudják. Jobban tudják. Tehát az Isten
valahonnan a saját létrendjéből, ami nem egy hely, az Istennek a világa nem egy hely. Nem azt jelenti, hogy elmegyünk egy másik univerzumba, vagy egy másik bolygóra, és akkor ott van az Isten, és ott van az Isten országa. Nem egy hely. Ezt nyilván itt is beleütközünk abba, hogy az Isten valóságos létező, de nem egy helyen létezik. És ezért, mert ő nem egy fizikai korlátokkal lekorlátozott létező, ezért az idő pont úgy nem köti, mint ahogy a tér vagy a mozgás. Nem öregszik bele a világba. Ez nekünk azért nagyon fontos kérdés, mert beszélnünk kell ma este még az evolúcióról. Hogy akkor most teremtés vagy evolúció? Úgyhogy ezekből a dimenziókból kilépő Isten jut el arra a gondolkodásra, hogy legyen világ. Hogy legyen világ. Teremtés vagy evolúció. Amikor mi középiskolások voltunk, akkor ez volt a két verzió, azt mondták a tudományos tanárok, különösen filozófia órán, én abból nagyon jó voltam, mert nagy pofám volt, vagy senki se, mindenki lapított, hát most. És akkor azt mondta a nagyon okos tanárnő volt egyébként, de az evolúcióról, amikor beszélt, akkor azt mondta, hogy itt van az evolúciós elmélet, ugye a szervetlen, szerves, egysejtű, a fejlődési lánc. Azt mondta, hogy vannak még ugyan hiányzó láncemek, de a tudomány idővel mindent megold az evolúció történetén, tehát az ember a majomtól származik. Kész. Egy tudományos konferencián Nyíregyházán egyszer több ilyen előadó volt, aki teremtésről, meg stb. Beszéltek, és akkor ott az egyik nagy természettudós azt mondta a végén, hogy kérem, már pedig ezt itt lehet vitatkozni, meg össze-vissza, tudomásuk kell venni, hogy az ember a majomtól származik. És akkor felállt egy alázatos egyébként nagy tudályú, nem tudom, hogy pap volt, vagy nem volt, azt mondta, hát azt mondta, hogy bocsásson meg, lehet, hogy maga a majomtól származik, de engem az Isten teremtett. Tehát nem lehet. Azt vannak ugyan hiányzó láncemek, mondják a tudósok, de idővel a tudomány mindent megold. Egy dolgot nem, lehet, hogy sok mindent megtalálunk. Mit nem tud megoldani a tudomány? Soha. Az evolúcióval kapcsolatban. De mi az, hogy kezdet? Van egy váltás az evolúcióban, Darwinék szerint is, amit sose fog tudni a tudomány megmagyarázni. Hogy pattant ki az első szerves a szervetlenből? Hogy lett az egysejtű? Mert az egy élet, kérem, aminek sejtmagja van, és élt. Ezt a kémia nem tudja létrehozni, mert az élet, kérem. És a kémia életeket nem tud létrehozni. Úgyhogy, na hát aztán az evolúciós elmélet mellé, aztán hol a rajta, itt van kérem a teremtés történet a Bibliából, a vallásos Jámbor Barmoknak az elgondolása arról, hogy lett a világ. Tehát akkor a kommunizmusban azért ezt meg kellett mutatni, hogy már pedig a vallás ez egy baromság. Úgyhogy rosszul vetették fel a kérdést, mert azt mondta, hogy akkor most vagy ebben hiszel, vagy ebben. Ha ebben hiszel, okos, tudományos ember vagy, ha ebben hiszel, akkor meg egy barom vagy. Akinek a papok meg az egyház be tud mesélni akármit. Tehát vagy ez. Ez a legrosszabb kérdés, hogy vagy ez evolúció, vagy teremtéskör. Kérem, a kettő együtt. És ez egészen más történet. A kettő együtt. Mert ha arra gondolok, hogy az Isten időtlen, és nem öregszik bele, akkor Darwinék ugye évmilliárdokban mérik az embernek a kialakulását. Kérem, hát ez, engem az Isten ezt hidegen hagyja, hogy mennyi idő telt el. Ha neki egy év, egy pillanat, ha 80 év az én életem egy pillanat, a jelenében van jelen, akkor 2 milliárd év is egy pillanat. És nincs az, hogy na jó, hát 1 milliárdig az még úgy jelen, de utána már csak van az Istennek is ideje, nincsen. Tehát az Isten ki gondolja, hogy legyen világ, és ki gondolja, hogy legyen ember, és ugyanabban a pillanatban az Isten jelen való világában ez az ember készen megjelenik a világban, az által alkotott világban, az által alkotott ember. Az evolúció, ma már nincsen, az evolúció, én úgy gondolom, az evolúció megállt. Ebben a jóformájú emberben, a szép emberben, nem bennem, mert hát, ha még valamit gupálódok egyszer életem során, de tehát megállt. És elég régi emberi leleteink vannak, amire azt mondjuk, hogy majd lehet vitatkozni. Tehát ma vannak új egyedek, de azok mutációk. Tehát az embertől lejjebb néha összekeveredik még a rendszer, az összvér. Ugye? Tehát
a mai formájú emberben azért gondolom, hogy megállta az evolúció, mert minden megjelenik ebben az emberben, a mai létező emberben, de az első értelmes emberben is megjelent, minden megjelent, amire azt mondja Isten, hogy teremtsünk embert a saját képünkre és hasonlatosságunkra. Tehát Isten az emberrel felteszi a koronát a fejlődésre. Darwinik mivel mérték a végén az ember, az főemlősöknek a fejlettségi fokát? Az agytér fogadta. És a mi sok évezredes emberi leleteink azok azt mutatják, hogy egy centivel se bővült az embernek az agytérfogata, a bonyolultság igen. Tehát a barázdáltság az a sok tanulás, meg a sok okosság, meg minden, ez egyre barázdábbá teszi, de a térfogat nem nő, kérem. Valahol nem tudjuk, hogy az Isten merre igazgatja még a világot, én azt gondolom, hogy maga az ember kialakulásának az evolúciója az emberben megállt. A mai értelmes emberben ez megállt. Nincs tovább. Okosságban még rengeteg dolgot elérhet az ember, tehát ha a technikai robbanást vizsgáljuk, ugye hát mit változott a világ az elmúlt 20 évben? Hát hihetetlen, hogy mit változott. Hát én gyerekként azt mondtam volna apámnak, hogy nekem egyszer lesz egy ilyen zsebbe hordható telefonom, és ha akarok, akkor Amerikával beszélek úgy, hogy nincs madzag és zsinór, akkor jó pofám vágott volna, hogy kivel szórakozzál meg hülyeségeket. Ne beszélj gyermekem, és lám. Hogy lám. Ugye? Tehát olyan dolgok történnek a világban, de ez nem azt jelenti, hogy az evolúció halad. A tudomány az fejlődik és halad, ez kétségtelen. Ma már az orvostudomány is sokkal előrébb jár, mint 100 évvel ezelőtt. Sok minden halad, de maga az ember, az készen van. Tehát te vagy én, kérem, készen vagyunk. Ezzel az élettel, ezzel nem arra várva, hogy egyszer majd kikupálódom, nekem ezzel az, hogy haladok, meg megnő a fejem, Isten mentsen. Tehát nekem ezzel a léttel és élettel kell gazdálkodni. Itt és most, mert ilyennek alkotott engem az Isten. Valamit elért az Isten, az evolúció mozgatója. Most az a kérdés, hogy akkor a Biblia a teremtés történetben az téved vagy nem téved? Minden napra le van írva, hogy az Isten mikor mit teremtett. Minden napra le van írva, hogy mikor mit teremtett. Lehet-e, ha én azt tudom mondani a Bibliának akár egyetlen oldalára, a teremtés történet, hogy kérem, itt a Biblia téved, akkor az egészet megette a fene, mert ha egy helyen téved, akkor téved még a másik 20 helyen is, vagy tévedés az egész. Tévedés az egész. Mit tudunk erre mondani, hogy a Biblia téved, vagy nem téved? Teremtés történet az akkor most miről szól? Nem, vannak olyan történelmi, meg feltárási dolgok, amivel azt gondolom az evolúció nem lehet vitatkozni. Azt tekintem csodának, hogy a szervetlenből kipattant az első egyszerű. Utána elindult, az Isten elkezdte mozgatni ezt a dolgot, és a végén létrejött az értelmes ember. Mi a mi Isten képviségünknek a... Mi, azt mondja az Isten, hogy hát hozzá hasonlóvá. Mi a mi hasonlóságunk az Istenhez? Nyilván az Isten nem fész, tehát nincs arc. Ez nem egy külső hasonlóság, hiszen 7 milliárdan 7 milliárd félék vagyunk. Tudunk gondolkodni, tudunk beszélni, tudunk áldozatos módon szeretni. Tehát látunk ilyen gondoskodó állatokat, de az nem egy ilyen tudatos gondolkodás, mint az ember, hogy megfontolom és ápolom az anyámat, mert beteg és ápolásra szorul. Tehát nem, azok ösztönök. És nagyon sokan mondják, hát kérem, nem kell annyit gondolkodni, éljünk az ösztöneink szerint. Ez a nagy bukása a liberális gondolkodásnak, éljünk az ösztönök szerint. Ezt egészen addig mondja valaki, hogy éljünk az ösztönünk szerint, amíg nem jön vele szembe egy erősebb. Azt mondja, hogy hát semmi, jön egy erősebb, és az megver az utcán. Jön egy erősebb, elveszi a biciklimet, jön egy erősebb, és megerőszakol. Mert az ösztöneje, a birtoklási ösztön ezt mondja, a szexuális ösztöne ezt mondja, kérem, hát éljünk ösztönök szerint. Addig élünk így, amíg nem jön egy erősebb. Aki belegázol az életembe, aki elveszi, ami az enyém, megaláz, meggyaláz, stb. Tehát az ember annyival több, és ez a mi Isten képviségünknek a lényege, annyival vagyunk többek az állatnál, hogy tudunk megfontolni, és tudunk irányítást alkalmazni az ösztöneink eszemben.
Az ember kezébe adta az Isten azt a lehetőséget, hogy az ösztönei fölött uralkodni tudjon. Nagyon nehéz, sokszor nagyon nehéz. De igenis ezt tesz bennünket emberi. A gondolkodás, a szabad gondolkodás, a szabadon dönteni, a döntés lehetősége. Óriásit kockáztat az Isten, amikor a döntés lehetőségét odaadja a kezünkbe. Milyen lenne a világ, hogyha nem adja meg az Isten a lehetőséget arra, hogy valaki rosszat tegyen? Ádámék hibájára is gondolhatok, de az összes mai hibánkra gondolhatok. Milyen lenne a világ, ha az Isten nem adja meg a lehetőséget, hogy rosszul. Ha akarok, rosszat teszek. Tessék? Mihez kell nagyon nekem ez a szabadság, a szabad döntés lehető? Mihez kell? Miért adja meg az Isten az embernek a lényege? Miért adja meg az Isten a szabadságot? Mit nem lehet tenni szabadság nélkül? Kérem, szeretni csak szabadon lehet. Szeretni csak szabadon lehet. És nekem a legfontosabb hasonlóságom az Istenhez az, hogy az Isten szeretet. Az egész Bibliát végigolvasom, sehol nem találom meg az Isten definícióját, mert az Isten nem definiálható. De Szent János a katolikus levelében, ott a Biblia végén, tessék el Szent Jánosnak a levelét, az egy rövid mondatban azt mondja, hogy Isten a szeretet. Tehát Istennek a lényege az, hogy ő a szeretet. És mi csak az ilyen leosztott, meg leaprózott utánzói vagyunk az Isten szeretetének, sok hibával és sok tévedéssel. De ez a mi legfontosabb hasonlóságunk az Istenhez. A szeretetnek a képessége. És ezt nekem szabadság nélkül egyszer nem lehet. Ha nekem azt mondta volna anyám, hogy gyermekem, ezt a jányt vedd el, mert ez olyan jó parti, meg jól is állnak anyagilag, meg minden, hát inkább egyedül maradok, mint hogy nekem megmondja valaki. A szabad döntés, kérem, a házasságoknak az egyik legfontosabb. Amikor bemegyünk, fogunk a házasságról beszélni, hogy bemegyünk egy egyes pár a templomba, mit kérdez a pap az ajtóba? Van-e valódi, igazán határozott szándékod és kényszerítés nélküli szabad akaratod hites társul venni ezt a hajadont, akit magad előtt látsz? Mert szeretni csak szabadon lehet. Ezt kérem, érezni kell, hogy ez az én döntésem. Ha nagyon megpiszkálnánk a régen bölcsőnél eltöltött királyi házasságokat, azt gondolom, hogy a 95%-a nem érvényes ezeknek a házasságok. Szentségileg nem. Mert ezek nem döntötték el, hogy én ezt szeretem, meg nem szeretem. Megmondták, hogy gyermekem, hát az ország érdeke, úgyhogy már pedig ez lesz a férjed vagy a feleséged. Szabadon. Ez a szabadság. Tehát Isten az időtlen Isten nem öregszik bele az evolúcióba, és megteremti a végén az evolúció ember, az evolúció végén a hozzá hasonló embert megteremti. Érdekes, ahogy fogalmaz a teremtés könyve. Amikor megalkotja a különböző rendeket a világban az Isten, akkor azt mondja, Isten újra szólt, teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak, stb. Teremtsünk embert saját képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Az Isten több egy számot használ. Teremtsünk embert, a Szent Háromságos Isten teremt. A Szent Háromságos Isten teremt. És ő nincs meg, a fiú nincs meg az atya nélkül, az atya nincs a fiú nélkül, a Szentlélek nincs meg egyiknek. És a három személyű Isten alkotja az embert. A legnagyobb tévedései az embernek és a házasságoknak az, hogy ők két személyben gondolkodnak. Gondolkodik férfiben, ugye? És gondolkodik nőben. És azt mondja, hogy kérem, ez kettőnk ügye. Egyébként ez így van, a morális tudomány azt mondja, hogy van két dolog egy ember életében, amivel kapcsolatban senkinek nem tartozik engedelmességgel, se a szüleinek, se a papnak, se az egyháznak, az Istennek se. Ez a két dolog az, hogy kivel él és hogy mit csinál. Ezt nekem meg kell gondolni, meg kell imádkozni, ki kell imádkozni, el kell dönteni, hogy én ezt fogom csinálni és ezzel fogok élni. És amíg bizonytalan vagyok, addig ne kezdjek hozzá. Tudnom kell. Ezt egész életemben azon úgy kell tudnom visszagondolni a döntéseimre, a nagy döntéseimre, hogy én ezt választottam, mert ezt akartam csinálni. Egy kicsit lehet, hogy odasodott az élet, de közben megszerettem, és amikor én elkezdem a munkámat, elvégeztem az iskolámat, el kell dönteni, hogy én mit csinálok. El kell dönteni, hogy én ezzel az emberrel akarok élni egy életen keresztül, vagy nem.
Nagy döntések, tehát az ember valamikor 20 éves korában hoz két döntést, és az egész hátra lévő életét ennek a két döntésnek a nyomában éli le. Tehát tényleg nagy súlyúak ezek a döntések, ezért kell saját szabadságom szerint dönteni. És akkor nem tolhatunk itt kifelé munkából, hivatásból, házasságból, nem tolhatunk kifelé. Lehet, hogy egy nehéz, lehet, hogy téves döntést hoztam, de eldöntöttem. És azért kell nagyon óvatosnak lenni, mert az egész hátra lévő életemet rosszul is lehet élni, mert rosszul döntöttem. És kérem, jobb egyedül, mint egy rossz házasságban. Jobb egyedül, mint egy rossz házasságban. Mert az, amikor egyedül vagyok, az néha elővesz, és olyan kicsit olyan nehéz, meg egy kicsit néha elszomorodom, a keserű, de az néha. De egy rossz házasság, az a napnak minden órájában, minden percében ott rágja belül az életemet. Tehát férfiban és nőben gondolkodik. Márpedig az Isten, amikor többes számban beszél és teremt egy embert, akkor a maga szent háromságos lenyomatát belenyomja az értelmes emberbe. Minden ember a szent háromságnak a képére teremtetik. És az a bajunk, hogy itt kihagyjuk a harmadik helyet, ahol ott lakhatna az Isten. Az ember egy szent háromságos létező, férfiből, nőből és Istenből áll. És amikor valakinek nem lesz társa, akkor azt a helyet is ki tudja egészíteni az Isten, mert elég nagy ahhoz, hogy a társ nélküli helyet betöltse. De az a baj, hogy a világ is készen áll arra, hogy betöltse az Isten helyét. Ez így kerekez a történet, kérem. Az ember így teljes, hogy férfi, nő és az Isten. És amikor én kihagyom az Istent ebből a történetből, nagyon megy az idő. Amikor kihagyom az Istent a történetből, akkor keletkezik az életemben egy vákum. Keletkezik az életemben egy vákum, ami kiabál azután, hogy valamivel ezt be kéne tölteni. Valamivel be kéne tölteni. És akkor itt lesz az, hogy siker, pénz, karrier, megpróbálok az életből minél többet megszerezni, dolgozni, munkamániás leszek. Amúgy is ezt kívánják a fiataloktól múltig, de nehéz. Megpróbálja betörni, és hát lehet, hogy nagyon nehéz, meg éjjel-nappal, meg 18 órákat dolgozom, meg mindent, de hát legalább jó keresek, meg sok pénzem van. Megpróbál betörni az életemben, és ott szépen lassan emel, gyors ritmusú, sokat élő, sokat hamzsoló ember szépen kiszorítja az Istent a maga életéből. Kiszorul az Isten. Ennél veszélyesebb dolog is van a vákum, ugye a hiányjel. A vákum nem csak ilyen dolgokat képes, hanem mondjuk egy szeretett közösségbe, a férfinő és Istennek a közösségébe, betörhet egy harmadik személy. A hiány lény, amikor érzem magamban, hogy jó, ez az élet, azért valami hiányzik, ez a vákum, ez vagy dolgokat, vagy egy házasságba bevonz egy harmadik személyt. És ezzel vége van a házasságnak. Nem egy kalandban van még a házasságnak, hanem amikor szeretője van valakinek. Az véget vet egy házasságnak. Úgyhogy nekem igenis meg kell hívnom az életemben, minden nap meg kell hívnom az Isten. Meghívom egyszer, amikor megesküdtem, de utána minden nap meg kell hívni az Istent az életemben, hogy legyen ott. És kérem, hogyha vagyok én, van a másik ember, meg ott van az Isten, akkor ki lehet tenni az ablakba, hogy köszönjük szépen, megtelt. Itt semminek és senkinek nincsen más kerestivalója. Tehát a szabadon szerető ember eldöntötte, meghívta az Istent, él egy pályán, él egy társa. Szabad döntésekkel. És ugye azt mondanám, hogy hol vannak a gyerekek, hát kérem, ebben a szeretett közösségben születnek meg a gyerekek, ott középen. A férfi, nő is az Istenből. Így alkotja meg az Isten az embert. A férfinak, nőnek oda teszi a saját életét. Olyan természetes lüktetése az embernek az, hogy az édenkerti embernek az, hogy ott van az Isten. Vesztelenül járunk, és ott van az Isten, sétál a délutáni szellőben. Visszalépek egy pillanatra, mert ott hagytuk el, hogy evolúció. Eljutott az értelmes, szabad akaratú ember, Isten így megalkotja az embert. Tehát akkor mi van a Bibliában? Téved vagy nem téved? Az a nagy tévedés, amikor valaki szó szerint kezdi értelmezni a Szentírást. A teremtés történet körülbelül 4000 éves történet.
mindenféle más népnek is voltak teremtéstörténetei, a zsidóknak kénytelen volt. Mindenki akkor nagyon gondolkodott ezen, hogy akkor honnan van a világ, benne az ember. Kérem, ott ez egy sugalmazott könyv, tehát az Isten keze benne van. A szemináriumban egy fél éven keresztül csak ezt az egy oldalát tanítják a Szentírásnak. Egy zseniálisan felépített mű. Ezt ember így magától nem tudja megérni. Tehát ez sugalmazott mű, de emberi szerzője van. Az akkori zsidóknak az Isten sugallatára lett egy ilyen világképe. Egy dolgot akar mindenképpen megtanítani a teremtés könyve az embernek, az, hogy aki ezt olvassa és hallja, vegye tudomásul, hogy a világ és benne az ember az Isten alkotása. Plusz. Ennyit akar a Szentírás megtanítani. Van benne alá, meg fölé rendeltség, ahogy megteremti az Isten a dolgokat, az mindig az alárendelt dolgok kellene előbb, aztán a végén az ember. Tehát vannak ebben ilyen nagyon jó megszerkesztett dolgok, de a tanítása, a teremtés történik ennyi, az embert és körülötte a világot az Isten teremtette. A hogyan, az tökre nem érdekli a Szentírás szerzőjét. Tehát a technikai részletei egyszerűen nincsenek benne a Szentírásban. Ez az Isten titka. Hogy hogyan indította el a szervetlenből a szervest, hogy lett az evolúció végén az értelmes ember, ez az Isten titka. Úgyhogy nem vagy. Egy Isten által indított fejlődés folyamat végén jelenik meg a hozzá hasonló ember. És akármennyire sok lesz még a fejlődés a világban, ezeket a tulajdonságokat az ember nem tudja kicserélni. A szabad gondolkodást, az áldozatos szeretetet, a kommunikáció képességet, az értelmes megfontolást, gondolkodó képességet, ezt nem tudja más értékkel kicserélni. Nem tudja. Bármelyiket elveszítem, ebből elveszítem az emberségemet. Az emberi méltóságomat mindenképpen. Mert súlyos sérülések vannak. Tehát a Szent Háromságos Isten megalkotja a saját képére az embert, és így van bennünk ez a hármas lenyomat. Kérem, mindig hívjuk meg az Istent azért, hogy azt tudjuk mondani, hogy a történet, az életem megtelt. Akkor telik meg, amikor Isten meg tudom hívni ebbe a történetbe. Még egy nagyon jó. Azt mondja, lehet, hogy 5 perccel túlmegyek, nem baj? Nem. Akkor jó. Megfogadtam nagyon, hogy egy órán a többet nem beszélek. Azt mondja az ember teremtésénél, hogy teremtsünk embert képünkre, hasonlatosságunkra, és ők uralkodjanak a tenger halai, az ég madarai, a házállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog. Isten megteremtette az embert saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Na, hát itt szúrt el a dolgot, hogy férfinak és nőnek teremtette az embert. Majd is kettő ember. Elszó-szó. Tehát azért úgy. Ez egy terítő, ez ilyen kidobható, ugye Gabi? Tehát ott a... Engedélyt kell kérni, nem úgy van, azt kérem. Hát ez... A gazda az gazda. Ez a óriási különbség a férfi és a nő. Mind a kettő az Isten képére van. És a legtöbb nehézségünk, még egy házasságban is, de baráti viszonyokban is, a legtöbb nehézségünk ez ebből van, hogy a férfinak az agya is teljesen másképp gondolkodik, meg a nőnek az agya is másképpen jár. Egy hosszú életen keresztül nagyon sokat tudunk összecsiszolódni, de 100 évesen is nagyon különbözőek leszünk. Tehát a pirosam nem fog azért, mert mindig a pirossal, ugye a forróvérű nőt szoktam ábrázolni, a kékkel meg a hidegfejű férfit, de hát bocsánat, a pirosam az kezd kifogyni. A nőnek van egy ilyen mindent beölelő természete. Egy ilyen mindent beölelő természete. Hát ez a... De hát ide rajzolom már, ahova itt jobban látszik, ez a mindent beölelő természete. Ebben annyi minden megfér egy nőnek az életében, a nőnek az érzéseiben. Sokan vagyunk itt, akik éltünk már falun vagy valami, hát láttunk már kotlót, ugye? Hogy amikor messzire nézi, az ember azt gondolja, hogy na, egy jó kövér tyúk. De hát igazából ő csak azért ilyen nagy, mert 30 csibe ott van a szárnyai alatt. És képes rá, hogy azt a 30-at a maga melegségével, a maga egyszerű szeretetével körülvegye. Nagyon jó, amikor okos anyja van valakinek, de nem ez a legfontosabb dimenzió egy anyában. Az, hogy odaölelje,
Az, hogy odaölelje. Ezen a nőnek az a beölelő természete, ő sok időn keresztül, nem nagy magasságokban, de sok időn keresztül sok mindenre oda tud figyelni. Egyszer tanulja volt, amikor hazamentem, és konyhaasztal, nagy asztalunk volt, mert sokan voltunk, és egyszer most ilyen belső titkokat is elárulok, a feleségem nem szokott ennek örülni, de egyszer hazamentem, és három gyerek, nem tudom már melyik, három ült az asztal három oldalán, és három különböző leckét csináltak. Azt tudta követni, hát álltam kint a folyosón, csak néztem. Ezt úgy csináltam, hogy az asztal végében ott volt a vasalódeszka, és vasalt, és közben nézte a három leckét, mögötte a gázon megfőtt a vacsora. Akkor néha meg... Tehát öt dolog egyszerre. Ott álltam, azt szégyeltem magam. Na, erre egy férfi képle. Egy férfi az beül, most én dolgozom, hagyjál békén, kész, ne beszéljél, mert én nem tudok figyelni, semmi. Bezárok a világomba, és akkor én kell. Tehát a nőnek ez egy lassabban jön bele, talán sokáig ott van, lassabban múlik el, nem olyan hirtelen változik az élete, mint ahogy sokszor egy férfinek hirtelen változik. Ezzel az ölelő természete szemben a férfi teljesen más ritmusban él, a férfi így, ja, itt kezdtem vele. A férfi ezt kérem így él, érje maga kis jó kis hétköznapi életét, néha óriási magasságokban kiúlik, aztán visszaúlik ugyanoda, és éli tovább az maga kis lakos életét. Tehát te Isten a maga kis szakadt toprongyos zsidó életével, élte a kávéházban maga kis polgári életét, jó kis lapos élet volt ez, de amikor hazament, bezárta a világot, nagyon gondolkodott, leírta, kérem, megváltozott tőle a világ, aztán visszament a kávéházba, azt vitte tovább a sörét a haverokkal. Tehát a férfi az maga, másképpen, számtalan olyan dolog van, ami azért kell erről beszélni, hogy ne együk meg egymást. Férfiak és nők, ne bántsuk egymást. Nem más, az Isten gondolta másképp. És egy élet kell ahhoz, annak van boldog élete, aki küzd az életéért. Nem adatik, könnyű élet úgy senkinek a kezében nem adatik. Annak van jó élete, akinek küzdeni kell. Mert amiért küzdöttél, azt megszerezni, egy napot megküzdöttél azért, hogy legyen egy jó estéd, akkor azt élvezni tudod, hogy én egész nap gondolkodtam is, és küzdöttem, hogy legyen egy jó estém. Egy éve küzdök valamivel, egy éve életen át küzdök valamivel, és a küzdelmeimnek a gyümölcseit sokkal jobban tudom élvezni. És ez a nő és a férfi között mindig van egy ilyen küzdelem. Sok mindenben megmutatkozik. Másképp imádkozik egy férfi és egy nő. Ugye hát vannak, van, aki jön Újpestről, a világ végéről, és ő ott van hamarabb, mert hát a buszt nem lehet kiszámítani, és akkor Józsi vagy kinyitja már az ajtót, vagy nem, de hát Tehát ő hamarabb jön. Lehet, hogy egy rózsafüzet elmond nőre, ami se kezdődik, mert van ideje. Meg úgyis azért, hogy imádkozzon. Amikor vége a misének, akkor még előre megy, ott még egy imádkozik egy kicsit meg, stb. Mert Józsi meg ott, mi nem megy már hazafelé, ezzel bezárnám az ajtót. Tehát másképpen. Tehát neki ez úgy benne van, ott van. Lehet, hogy közben is azért úgy sok minden eszébe jut. Nem tudom, azt hiszem Hásvik János pápa mondta, hogy ne imádkozzatok mise alatt, hanem imádkozzátok a misét. Tehát nem azon, hogy ülök a misén és rózsafüzet mondok, mert ez nem helyes. Misét kell. Tehát másképpen odajön, és akkor ott van, imádkozik, és akkor... A férfi hát az többnyire elkésik, meg az áldás előtt már lelép, mert sok ez neki, tehát ő úgy ezt a sok időt úgy nem nagyon. Apám Isten nyugtassa, azt mondta, hogy gyermekem egy órán keresztül nem lehet figyelni a misén. Hidd, de nekem a pap se tud. És tényleg. De azt mondta, hogy mindig ott a mise közepén, amikor átváltozik a kenyér Krisztus testévé, meg a bor Krisztus vérévé, apám a géplakatos, azt mondta, hogy ő mindig akkor kért, és mindig akkor adott hálát, mert ha sehol nincs ott az Isten, de gyermekem ott van. Mert ezt nem a pap csinálja. Azt mondta, hogy ő mindig ott adott hálát, és mindig ott kért. Abban a két percben ott a közepén. És öregségében, meg betegségében azt mondta, hogy gyermekem, hát igazából mindent megadott nekem az Isten, mert ott tudtam hálát adni, és ott tudtam kérni. Három gyermekem van, mindegyiknek diplomája van, mindegyiknek családja van, van 14 szép unokám, szóval minden kész van. Mindenkinek van egy kis lakása. Jó, hát 40 négyzetméter, de nem kell a híd alá menni, hogyha a családomnak, ha én ugye meghalok. Úgyhogy... Ez a nagy mélység. Nem biztos, hogy úgy telik el, nem kell törvényszerűen úgy élni egy életet, hogy nekem mindenképpen kell egy nagy Isten élmény. Lehet, hogy apámnak se volt.
De ott akkor azt mondta, hogy ő mindig nagyon akkor megszüntette az egész aggodalmát, a világot, a múltat, a tegnapot, nem tervezte a jövő hetet, ott kizártat, ki tudta zárni. Rövid időre, de ott ki tudta zárni. És mindig megérintette az életét az Isten. Tehát másképpen imádkozunk. Másképpen imádkozunk. A férfiak általában kevesebbet imádkoznak. Van ellenpélda, én mindig sarkítok, de a férfiak általában kevesebbet imádkoznak, mint a nők. Másképpen vásárolunk, kérem. Hát ez van. Tehát egy nő az nézeget, bemegy, és amikor Nyíregyházán megnyílt a Tesco, akkor néha bementem ugye esettanulmányokat végezni. Ugye vasárnap az a modern templom volt, ugye a Tesco, oda mentek a családok élni, ott tettek, meg stb. És hogyha egy férfi meg egy nő ment együtt, akkor egy óra múlva biztos, hogy veszekedve jöttek ki. Mert ő is apa áll a kosárnál, és akkor anya megválogat, megnézeget. Megnézi, és nem kell az anya, nem? De csak megnézem, csak a kis idő múlva már ott nyíg egy gyerek a Tesco-s kosárba, aki pont úgy utálja és unja, mint ahogy az apja, és akkor a anya megvásárol, és nézeget. És megnézegeti, stb. Egy férfi az bemegy, és kérem, hát ez kell. Kigondolom, és én a nézeget a rosszabb. Hát én nem nézegetek. Amikor visszaköltöztünk Budapestre, sajnálom, hogy ilyeneket mondok, de hát ezek az én családi élményeim. Visszaköltözünk Budapestre, minden költözés után kell valami. Kell egy polc, vagy egy lámpa, vagy mit tudom én, akármi. Menjünk ki az IKEA. Hát menjünk, venni akarunk egy lámpát. A férfi megy, folyosó, mostan tudjuk, hogy le lehet menni felülről, alulra nem kell bejárni ott a nyilak alapján az egész izét. Hát mindig lemaradtak. Hát már eltéve. Hát mondom, ezek eltévedtek. Mert nézegetett. Flóra beleült minden fotelbe, ráfeküdt minden kanapéra. Ezért az anyja megnézegetett. Csomó dolog, semmi. Na, akkor megfogadtuk, hogy soha többé nem megyünk együtt az IKEA-ba. Ma már egy kicsit öregettünk, úgyhogy már tudunk együtt menni, de akkor ott az semmi. Azt mondja nekem, hogy kell egy ilyen lámpa, megnézi az internet, kimegyek, megveszem. Nem érdekel. Nem érdekel a többi. De kell egy lámpa, akkor én azért mentem, hogy lámpát vegyek, lámpát veszek, kész. A nő megnézeget. Nézeget. És vállal. Tehát ebből csak veszekedve lehet kérni. Kész. Semmi. Tehát ez, én elmegyek a Tesco, utálom a Tesco, ez van közben. Elmegyek, összekapodom, hazajövök, kész. Ez kell. Másképpen szórakozunk. Egy férfi az néha kiereszti a szelepet, jó berúg, stb. Akár elmegy egy kocsmába. Nyíregyházan összejártunk 80-10 fiatal papok. Én voltam a legöreget, tehát én voltam a megrontója mindenkinek, de elmentünk, biliárdoztunk, bowlingoztunk, stb. Aztán egy idő után nem mentünk nyilvános helyen, mert azért az ember, amikor sokat iszik, az csúnya, amikor 10 részek papot próbál biliárdozni. Tehát az nem nagyon ment. Úgyhogy akkor volt egy barátunk, érdekes módon, akinek volt egy rozzant kocsmája, ilyen rossz ülőgarnitúrákkal volt teleholdva, de tulajdonképpen egy pince kocsma volt. És azt mondta nekünk, hogy fiúk, én havonta egyszer nem nyitom ki a kocsmát, odaadom nektek a kulcsot, legyetek ott egy este, másnap írjátok fel, hogy mi fogyott, másnap kifizetitek csoklamot, nem lesz senki, csak ti. Na ez már úgy jön barátságosabb volt, tehát nem kellett a világ. Néha ez volt. És aztán az embernek más több bűntudata van, meg az asszony haragszik, meg minden, hogy megindítál, meg nem vagyok alkoholisták, de szóval másképp, ez tuhajkodik. Akkor mi az ilyen bűntudatos másnapokon mindig próbáltuk hogy az asszonyoknak azt ajánlani, hogy jöjjetek össze, menjetek egy színházba, vagy akármilyen, hát megy a rosszabb, hát nem semmi. Hát 3 órát ültek a homokozó mellett egész délután, még most este is menjen. Ott, amit meg kellett beszélni, azt megbeszéltek minden, minek menjen ő valahova este a nőkkel. Hát, nem akar. És akkor hát ez van. Ebből mindig különbség van. Mindig különbség van. Másképp működik a férfinek és a nőnek a szexuális élete. Gyökösi Endre bácsinak a nevét sokan ismerik talán. Egy nagyon jó itt a Calvin téren, mikor káplán voltam még élt. Egy evangélikus lelkész és pszichológus volt, mind a két szakmája. Rengeteg emberrel foglalkozott, nagyon sok jó könyve van. És az egyik házasságról írt könyvében azt mondja, hogy hát kedveseim, egy nő... Beszélhetek ilyen dolgokról, azt gondolom mindenkinek az életének valamennyi ez része. Azt mondta, azt írja az egyik könyvében, hogy hát kedveseim, a nőnek egy jó szex az 3 órával az ágy előtt kezdődik. Na ezt a férfi nem érti, hogy ott minek kell, tehát 20 év után mit kell nekem még 3 órát udvarolni? Ez a férfi nem érti. Tehát a nő az kész, ez a 3 órás ráfutás, a gondolat, hogy kisimul, elveszíti a napközbeni idegbaját, kibeszéli, stb. Tehát ez
úgy megfürdik egy kár meleg vízben, hogy kilazul, meg mindezt, hogy szépen lassan. Szépen lassan ott van, és akkor utána azért jó még, hogy egy fél órát simogatják a hátát, nem? Mert az olyan jó. A férfi azt kérem, ránéz a csajára, 3 másodperc alatt megkívánja, 5 perc múlva orgazmusra lesz, és 3 perc múlva alszik. És minden nagyon jó rendben van. Minden nagyon jó rendben van. Ezt gondolja a férfi. A nő megnézi ezeket, ezt azt mondja, hogy hú, de boldog vagyok, és milyen jó volt ez a sörszagú íze, meg ott horkol mellettem. Ez, ha 90 évesek leszünk, a nőiség, meg a férfiség, még a szexualitás is, a férfiak tudják, miről beszélek, a nők nem tudom, ez még 80 évesen is problémás. Egyszer, soha nem árulunk egy óvási titkot, csak példák kedvéért, egyszer 20-akárhány évvel ezelőtt ültünk a Rózsák terén, itt nagy dög nyári meleg volt, gatyába dinnyét zaváltunk Józsival, erre emlékszem, és egyszer jött egy férfi, és görbe ott elkezdte verni a kaput a izébe. Kiabálni, hát jó, hát se ír oda, nem volt semmi. Hát felvettünk valamit, és akkor megkérdeztük, hogy mit akar. Ő most azonnal beszélni akar, hogy papa, ő gyónni akar. Na, ott soha jobbkor, hát semmi gáz. Most van ihlet, akkor nem szalasztjuk el, tehát felültöztünk, bementünk a templomba, és akkor azt mondta, hogy hát ő arra számított, hogy a szép öregkorát milyen békességben és nyugalomban felnőttek a gyerekek, meg elmentek, meg mindenkinek önálló életen, hogy milyen szépen és békességben fogja megélni az öregkorát a feleségével. És ehhez képest minden nap veszekednek. Már megőrül ebbe, azt mondja, hogy minden nap veszekednek. Hát egy kezdő kopasz káplán óta, mert bölcsesség nem sugárzik az emberből. De megkérdezem, hogy mégis mindig máson, vagy apróságokon, vagy van valami baj az életükben, ők máson, mindig csak egy dolgon veszekednek. Tehát ez az öreg az valahol 80 és a halál közt volt. Görbe botta jött. És azt mondta, hogy a feleségének mind a két oldalon csípőprotézis műtéte volt, és ezért hetente egyszer hajlandó vele lefeküdni, mert azt mondja a felesége, hogy ne, ez neki fáj. Tehát az ember lecsúszik a fiatalon gyóntatószékbe. 80 éves korodban heti egy. Azt most akkor ne röhög ki, mert gyóntatószékbe nem röhögött ki. Gondolhatod, hogy mekkora barom, de hát meg kell vigasztalni, hogy hát azért valami... Mert neki heti egyezkedés. Hát itt most mindenki nézze szét a házasságába, az vallja meg magának, hogy hol tart ő ebben a történetben. Ez mi? És 80 és a halál közt kérem. Tehát amíg élünk, amíg működőképes agyunk van, addig ez mindig probléma lesz. Úgyhogy számtalan dolgot lehetne még mondani, de férfinek és nőnek teremtette az Isten az embert, és a nyakunkba rakott ezzel egy igát, a nőknek a férfit, a férfinek a nőt, a nyakába rakta, és kérem, egy életen keresztül küzdünk azért, hogy azért a minden különbözőség ellenére azért jól éljünk. Úgyhogy evolúcióról beszéltünk, a térmozgás időről beszéltünk, ugye remélem, hogy sok kérdést sikerült felszítani, és talán érdemes újra gondolni, vagy átolvasni a teremtéstörténetet, stb. És beszéltünk arról, hogy férfinak és nőnek teremtette a Szent Háromságos Isten a saját képére. A férfi is a saját Szent Háromságos képére teremtette, meg a nőt is. Mindnyájan hordozzuk ezt a lenyomatot, igyekezzünk betelni Istennel, és teljesíteni az életünket. Nem néztem meg a naptárt, tudunk 2 hét múlva találkozni? Nincs egy naptár telefonja valakinek? Milyen nap lesz 2 hét múlva? December 4-én tudunk találkozni, 5-én van egy kirándulásunk, de 4-én tudunk találkozni, ugye? 4-én, pénteken, 2 hét múlva, este 7-kor, ugyanitt. Köszönöm szépen a figyelmet! Kivezéltem, hát most Istenem, hát van ilyen, nem? Hát kiről beszéljek, a szomszédról? Negyed óra? Megvan egyezve, hogy negyed óra?
És akkor meg még panaszkodik. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében van. Valóban méltó dicsérni téged, Isten szülő, a boldogságos tégy szeplő telen, és a mi Istenünknek anyja, ki a keruboknál tisztelten, és a szeráfoknál hasonlíthatatlan dicső nagy. Ki az Isten az igé, sérülés nélkül szülte, téged valóságos Isten szül, marasztalom. Sőnök és szentek, hogy nagyon jó. Dicsőség Jézus Krisztusnak! Ugye most, hogy amióta ez a tartod ezt az, azóta nincsen a keddi. Nincs. Csak ez van. Csak ez van. Mert azt mondta, hogy be, csak ez van. Legette, csak ez van. Szerintem. Köszi szépen. Nincsen. Én kedden győrben voltam, és rohadtam hozzá, hogy ilyen győrben.